Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt egyetemi polgárok, kedves hallgatók, kedves oktató és nem oktató munkatársaim. Köszöntök mindenkit karácsony közelettével. Valamennyiünknek kívánok nagyon békés, boldog karácsonyt. Nem így szerettük volna. Nagyon jó lett volna, hogy ebben a szép aulában élőben tudjuk köszönteni önöket, és együtt ünnepelni Bartók Béla Zeneművészeti Intézet karácsonyi koncertjén. Hosszú évek óta hagyomány, hogy a karácsonyi és a húsvéti ünnepeket Zeneművészeti Intézetünk koncertjével köszöntjük. Sajnos a mostani vírushelyzet nem teszi lehetővé, hogy személyesen találkozzunk, de nem szerettük volna önöket ettől az élménytől megfosztani, ezért így az interneten keresztül próbálunk egy kis örömet és ünnepi hangulatot varázsolni karácsony előtt önöknek. Én szeretném megköszönni mindenkinek az egész éves munkáját. Mindazok a sikerek, amelyek mögöttünk vannak ebben az egyébként nehéz évben, az valamennyiünk közös munkájának az eredménye. Én kívánok önöknek békés karácsonyi ünnepeket, nagyon boldog eredményekben és egészségben gazdag, boldog új évet. Köszönöm a Bartók Béla Zeneművészeti Intézetnek, hogy ismét ünnepi hangulatot varázsol a Miskolci Egyetemen, még ha internet segítségével is, de ezúton is köszönöm még egyszer nekik. A végén én is szeretnék önöknek egy kis meglepetéssel szolgálni, két számot eléneklek, egy Elvis Presley számot, aki a nagy kedvencem, és egy számmal szeretnék tisztelegni a közelmúltban elhunyt Balázs Fecó emléke előtt. Első műsorszámként egy közismert karácsonyi ének átiratát hallhatták, melynek címe The Little Drummer Boy. Közreműködött a Miskolci Egyetem vegyeskara, Cserpák Mihály Márkó és Krajnyik Péter, az Egressy Béni Zeneiskola ütősei. Karigazgató dr. Sándor Zoltán. A következőkben Brent Heisinger Timpani Mars című művét adják elő a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet részfúvós együttesének tagjai. Vezényel dr. Zobai Béla tanár úr. Thank you.
Johann Sebastian Bach H-moll partitájának gyönyörű szerepben tételét Mikolai Zsófia szólaltatja meg hegedűn. Ezt követően pedig három angyal éneke csendül fel Felix Mendelssohn Bartholdy Éliás oratóriumából. Hallgassák szeretettel! Thank you.
Nagy örömünkre a napokban a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézete egy új versenyzongorával bővült, amelyet a Zenepalota patinás Bartók termében helyeztek el. Tisztelettel köszöntöm dr. Réti Balázs tanárurat, akivel egy pár szót a hangszerről szeretnék beszélni. Tudna nekem mondani a hangszer érkezéséről és magáról a hangszerről egy pár dolgot? Számunkra is hatalmas öröm, hogy megérkezett a Bartók terembe ez az új Steinway zongora egyenesen Hamburgból. El kell mondjam, hogy a világnak valószínűleg nagyon kevés olyan nagy hangversenyterme van, ahol ne állna egy szép Steinway zongora. Egy piacvezető márkáról beszélünk, egy Ferrari-ról a zongorák világában, és úgy gondoljuk, hogy évtizedekre megalapoz egy olyan színvonalat itt a Bartók teremben a megfelelő karbantartás mellett, ami az oktatók, a hallgatók hangversenyezését, vizsgázását egyaránt nagyon jól fogja szolgálni. És kinek a közbenjárásával kerülhetett ide ez az új hangszer? Mindenképpen szeretnék ezúton is köszönetet mondani Horváth Zita rektorasszonynak, Palotás Árpád Bence és Simén Falvi Zoltán dékán uraknak és az egyetem vezetőségének, hogy támogatták ezt a projektet. És milyen műveket hallhatunk most tanár úrtól? Én három darabot választottam ki, részben a karácsonyhoz kapcsolódó tematikával, részben pedig egy pici hangszerbemutatásként. Az első darab Liszt karácsonyfa című ciklusának kezdő darabja lesz, Psallite, Zsoltározzatok címmel. A második Orbán György Mennyből az angyal című kompozíciója, ami egyrészt az ismert népéneken alapul, másrészt Márai Sándor versét is odaírta Orbán György, mint az inspiráció forrása. Ugye ez a gyönyörű vers 1956-ban keletkezett, és ennek a rövid kis darabnak is egy nagyon komoly szellemi horizontot ad. Harmadrészt pedig Richard Wagner a Rajna kincse című operájának záró jelenetéből egy átiratot fogok megszólaltatni, melyet Louis Brassen, belga zongorista készített, és egy picit azt szeretném benne megmutatni, hogy egy hatalmas operai finálé is a maga módján elővarázsolható egyetlen hangszerrel, egyetlen közreműködővel, ha nem is ugyanazt az élményt adja, mint amikor legördül a függöny egy nagy operaházban, de azért, ha jól sikerül az előadás, akkor valami hasonlót elő tud csalogatni a hallgatókból. Köszönöm szépen! Én is köszönöm! Thank you.
Antonio Vivaldi, a négy évszak szerzője, számos versenyművet komponált, többek között gitára is. G-dur koncertójának két tételét előadja Kis Ákos és Kisdi Endre gitáron, Viszlai Dániel csembalom, valamint a Miskolci Szimfonikus Zenekar kamarazenekarát vezényli Szabó Sipos Máté.
egyre régebbi időkbe kalandozva következik egy körülbelül 400 évvel ezelőtt keletkezett mű. William Braid kanzónáját előadja a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet régi zeneegyüttese, művészeti vezető Kovács Attila. A folytatásban két késő romantikus művet hallhatnak. Elsőként Francis Poulenc klarinétra és zongorára írt szonátájának második tételét Jónás Dániel és Gáspárné dr. Tóth Marica tanárnő előadásában. Majd ezután Gabriel Fauré Mária Mater Grazie című műve következik, melyet a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet női kara ad elő dr. Sándor Zoltán vezénésével. Zongorán közreműködik Horváth Éva Elvira. Thank you.
Következő műsorszámként kérem hallgassák meg Dmitri Sosztakovics csellóra és zongorára komponált szonátájának második tételét. Előadja két versenygyőztesünk, Burai Laura és Harmati Benyámin.
A zenepalota különleges akusztikájú aulájából hallhatják John Trower Északi fény című művének első tételét. Előadják Karácsony Viktor, Ács Máté, Bunzik Lénárd és Virág Márk, marimbán, vibrafonon, timpanin és sok más ütőhangszeren. Thank you.
Nagy örömünkre szolgál, hogy rektorasszonyunk, professzor dr. Horváth Zita is énekel nekünk. Zongorán közreműködik Tóth Gergő. When no one else can understand me, when everything I do is wrong, you give me hope and consolation, you give me strength to carry on, and you're always there to lend a hand in everything I do. That's the one. My hand, then I'm a king. Your kiss to me is worth a fortune. Your love for me is everything. I guess I never know the reason why you love me like you do. That's the one. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki a karácsonyi koncertünket hallgatja.
Az idei karácsony más, mint amit megszoktunk, de a karácsonyi csodának ugyanúgy, mint minden évben most is el kell jönnie. És ez a csoda nem csak a mosnyival átkötött csomagban rejtőzhet, hanem a muzsika hangjaiban is. A zene magasabb rendű megnyilatkozás, mint minden bölcsesség és filozófia, állította Beethoven. Zeneszerző óriásként joga a túlzás, elismerve azt is, hogy minden ember fenség, éjszakfok, titok, idegenség, vagyis önálló univerzum, és közöttünk a jegesül lakik, mint ahogy Ady Endre és Tóth Árpád megfogalmazta, de ezt az űrt kitölthetjük a muzsika hangjaival, mert a zene az, amely összeköt bennünket. Néhány napja ide a zenepalotába érkezett egy gyönyörű vadonatúj Stanway zongora. Ezen zongorát most a képernyő előtt helyet foglaló hallgatóság is megcsodálhatta. Az ember látja a fehér és fekete billentyűket egymás mellett, hallgatózik, és tudja, hogy a billentyűk között valahol el van rejtve a csoda. Volt hallgatunk Rida Jauer Richard, aki a világhírű Honvéd férfikar karnagya, az ő feldolgozásában hallhatunk közismert karácsonyi dalokat befejezésül. A Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Intézet szimfonikus és vegyes karát vezényli dr. Barta László. Búcsúzul, ezzel kívánunk Önöknek és családjuknak szeretetteljes békés karácsonyi ünnepeket!